11 000 az nem sok. Aha. Na menjünk haza? Nézzük meg, hogy sáv magamnak el tudom adni a dolgokat. Jó. Kereskedek sáv magammal. Jó. Nem. És itt? Így se. Hát jó, srácok, akkor nincs más hátra, mint előre. Az időben. Megnézem itt ezt. Megint fogy az energiám. 10 000-11 000-et adtok érte. Ja, hogy nincs helyem bepakolni. Ó, banyek. És itt? Üdvözlet. 14 000, 11 000, 11 000. Ó, az jó. Most jár magamnak igazából adhatom. 123 000. Na nézzük csak. Nyomutasító csomag nem. Energiacsomag nem. Akkor viszlát. És akkor felszedem itt a kék fűszert. Ha már itt voltam. Azt gondolom, hogy már olyan kevés helyen van. Nagyon jó lenne egy nagyobb bacs karakter. Akkor oda. Oda. Nem tudok oda elmenni. Uh-oh. A fenébe elfogyott az energiám. Nem figyeltem oda. Ajjajjajjaj. Na jó, valahogy jöjjünk haza. Kommunikációs panel. Na jó, muszáj itt leszállnom, és akkor megjavítatnom magamat. Na, nem figyeltem oda. 15 000? Ó, banyek. Banyek, nem figyeltem oda. Na mindegy. Kicsit bele kéne rázódnom újra ezekbe a dolgokba. Na nézzük csak. Úgy. Akkor most hozzá fogok szó... Melyik birodalom? Vagy itt ez? Ha kapunk tőletek 69 700 és fura támogatás, esetleg valaki másfelé fordítjuk legújabb generációs fegyverrendszereinket. Oké. Okay. Jó. Akkor mi történt? Na nézzük csak, ott mi a helyzet? Markász birodalom megtámadta a Karmár bolygót. Ó, ja értem már. Hát jó, igazából szerintem támadhatjátok, akit akartok, csak engem hagyjatok békén. Erőteljesen. Én a béke útján járok. Én nem akarok háborút. Támadjatok, akit akartok, csak engem hagyjatok békén. Engem hagyjatok ki a hülyeségből. Á, és rossz bolygóra jöttem. Nem ebből a bolygóra akartam jönni. Hanem ide, ezt meg kell jegyeznem ott azt a bolygót. Ezt meg kell jegyeznem. Itt, az Okusz. Vagy Okusz. Na. Hát ezt nem hiszem el. Most már nektek se kell. Az előbb még valakinek kellett. Aj. Istenem, ezt a hatalmas nagy izét. Kereskedelmi gubancot. Na és ti mennyit adtok akkor érte? Hát sem ennyit. Teljesen jó. Akkor igazából most akkor minek is csinálom én ezt? Szörnyű. Kérdemetre a repülő güzű meg 2 medált. Közepes életerő. 150 csillagközi utazás hajtottál végre. Teljesen jó vagyok. Na nézzük csak, akkor jönjünk vissza az anyabolygóra. Felveszem itt a dolgokat. Tudom, nincs helyem több fűszernek. Kereskedjünk. Na nézzük csak, mi van? Gabonakörök nem, energiacsomag űrhajad energiájának részleges újratöltése nem, terepsülyeztése nem, terepegyelégítése nem. Ezt akkor eladom saját magamnak. Szárazság generátor nem, csillagközi meghajtás. Űrhajó hatótávolsága... Mi? Hatótávolság növelése, igen. Kismértékű energiatárolás. Űrhajó energiakapacitásának növelése. Űrhajó maximális életerejének növelése. Mini bomba.
Aha. 150 ezer a gyarmatosító csomag, az úgy gáz. Csillagközi meghajtás, kisméretű energiatárolás, az energia kapacitása, hatótávolsága. Jó. És akkor nézzük csak meg. Hol tudom azt megnézni, hogy az űrhajó jelenleg milyen messzire tud elmenni? Vagy azt igazából most így beépítette azt a cső? Hát mindjárt megnézzük. Most már tudok oda menni. Jó, akkor ezt felépített. Vagy hát rá... Ja. Igen, felépítette. Nézzük csak. Gyarmatosító csomagra szükségem van lassacskán. Gyarmatosító csomag, 150 ezer, akkor köszi, nem? Ó, pillanat? Ó, 14 ezer. Mi az, hogy? Kérdemet az arany srác nevezetű medált, aminek következtében léptem egy szintet? Ezek szerint, aha. Gratulálunk, admirális lettél. Teljesen jó. Előléptetést kaptam. Na, akkor... Igen, egy gyarmatosító csomagot kéne valonnan szereznem. Valakitől, aki olcsón adja. Előtte összeszedem a fűszereket. Itt már kettőt termeltek. Gondolom, majd itt is kitermelték, amit kellett. Jó, itt is van kettő. Menjünk sárgát összeszedni. Ó, abból van négy, teljesen jó. És akkor... Menjünk valami szomszédos ide, hozzájuk. Bejövodás. Tehát úgy találja, hogy kereskedelmi útvonalunk teljesen kifejlődött. Talán érdemes volna megvásárolni a Miros rendszert, hogy más prioritásokra koncentrálhassunk. Mennyibe kerül? Mennyi? Biztos, hogy nem. Cselekedeteiddel hírnevet vívtál ki magadnak ebben a birodalomban. Nyisd meg a kommunikációt és használ a diplomáciai szakértelmedet, hogy szövetséget ajánlj nekik. Jó. Üdvözlet. Össz is kereskedünk. 112 ezer. Ó, banyek. Az nem sok. Akkor diplomácia. Mondom, diplomácia. Hol van? Szeretném megvásárolni ezt a csillagrendszert? Nem. Kereskedelmi úton megszüntetése? Nem. Vagy népén kevára vállalt az együttműködés. Szövetség. Teljesen jó. Kérdemet a diplomata egy medált. Szövetségi űrhajót kaptam. Ó, teljesen jó. Ha. Így legalább most már ketten megyünk. A kereskedelmi útvonalak végül felkínálják azt a lehetőséget, hogy megvegyél egy csillagrendszert. Menj el a kereskedőpont... menj el a kereskedőpartner csillagára, és nyomd meg a képernyő tetején a rendszer megvásárlása gombot. Ez megnyitja a kommunikációs panelt, és megengedi, hogy megvedd a rendszert. Csak az a gond, hogy nincs elegendő pénzem nekem ahhoz, hogy megvegyem a rendszert. Na lényeg, hogy most már... Wow, ilyen hatalmas és szövetségesi rendszerem van. Tehát a zöld, azok mind szövetségesek. Wow! Az igen. Jó, mondjuk egy ilyen hatalmas egy tejút, vagy minek is lehet ezt nevezni. Ahhoz képest nem rossz itt ez a kis szövetség, amit így létre tudtam hozni. Hála az égnek. Na, nézzük csak. Akkor menjünk szépen haza. Mondjuk először ide. Össze kéne szedegetnem itt a dolgokat. Jó, egy megvan. Jaj, nem oda akartam. Hanem oda. És akkor leszállunk ide. Összeszedem még itt ezt a fűszert. Elindulunk hazafele. Feltölteni majd a készleteket. Illetve valamilyen új kereskedelmi muksokat kéne találnom. Akik megveszik a fűszert. Drágán. Magamnak mennyire tudom eladni? 14 ezer. Nem akarom 14 ezerért eladni sáp magamnak. Arra annyira nem. Nézzük csak. Aj, pillanat, mindjárt megyek. Kereskedés. Mit? Majd lesz rendszerben. Mit támadtak már megint meg? Na, Istenem!
Mindig megtámadják a bolygóimat. Jó. Jövök már. Lézer bekapcs. Tudom, bolygón kell lenni hozzá, csak előtte be kéne töltenie. Na, hol vagytok? Jaj, nem az a szövetségesem. Jövök! Mondjuk van elég pénzem, hogy most már kiépítsem itt a birodalmamat ezen a bolygón. Hol vagy? Oké. Okay. Jó, hogy van egy szövetségesem. Na, menjünk a következő városba. Hogy né. Köszi a segítséget, nincs mit. Töltsetek fel. Na nézzük csak. Hol van az a sugár? Mindig elfelejtem. Itt van. Na most azt okosan kéne. Hogy. Na nézzük csak. Felszerelem akkor ágyukkal a városaimat, hogy azért védjék már meg magukat egy kicsit. És akkor hol van a többi ilyen kalóz? Vagy akik egyetem megtámadtak engem, vagy meg akartak engem támadni? Há, itt vannak. Teljesen jó. Na nézzük, ez a város hogy áll? Ó, hát ebben alig nem is volt szinte izé torony. Csak szépen felszereljük az egész mindenséget. Így inni. Oké, és meg a többi várost is felszerelem. És akkor legalább a fő... Hát az anyabolygón meg tudja magát védeni. Oda is. Meg oda is. Meg oda is. Meg oda is. Teljesen jó. Na még itt ezt a hármat. Jó, ez megvan. Akkor a másik kettő. Hoppá! Azt is, illetve még egyet. Jó. És akkor nem erre megyünk, hanem... Nem ez az. Ez az. Ezt kerestem. Ó! Ott van egy... Azt mondod? Akkor ide teszünk egy gyárat. Csak hogy nagyon happy legyen mindenki. És oda egy tornyot. Na ezt azért kicsit gondoljuk át ezt a várost. Jól van ez így? Hát... Nem tudom. Most egy picivel több a bevétel, igen. És hogyha ezt a kettőt kicserélem, igen. És mondjuk ezt átrakom ide. Igen. Ezt meg oda. Na, így már az a jobb a bevételem. És akkor van 1, 2, 3 ilyen fehér vonalam, de azokat nem tudok most mit kezdeni. Mert azért kell a boldogság is egy kicsit egy városba. Jó, akkor ezek is szépen termelik itt a dolgokat. Nézzük meg a többit. Jó, itt is jó a helyzet. Ja, még ott azt a város nem néztem meg. Mondjuk így is elvihetném az egeret. 2,7, 2,4, 2,4, 2,7, 2,4, 2,4, 3. 3, 3. Jó. Valamit érzékelek. Mit érzékelek? Mit érzékelek? Valamit nem... Ja, azokat! Jó, akkor az nem. Azt hittem, hogy a kalózokból még maradt valami. Utánpótlásszerű. Micsoda, mi van itt? Micsoda káosz van itt. Az a része ott jó. Az a része itt jó. Na itt ez a része, ami nem jó. És akkor így. Talán így kifizetődőbb. Egy kicsivel. A téma. Sőt... Aha, 1, 2, 3. Jó. Jó ez így? Na jó van, húzzunk el innen. Mondom, húzzunk el innen erről a bolygóról. Köszöntöm szépen.
Na nézzük. Nincs több helyem a fűszernek, ó, Istenem. Nem. Nézzük csak meg itt nem a spórapédiát, hogy gyűjteményt akartam, a medálokat, és hogy mi kell ahhoz, hogy megnöveljem a rakteremet. Még 400-es spóradollárba kéne kicsit kereskednem. Ha mégis van elég fűszerem, úgyhogy csak el tudom valakinek adni. Na nézzük csak. Nem. De, jó helyre jöttem. Majdnem 10 000. Nem. És ti mennyit ajánlotok érte? Nem ti, hanem ti. Na, hát látom. Kereskedés. Ó, na jó, felejtsétek el. Hát ez úgy, hogy jól felejtsétek el. Nem. Az is egy szövetséges. Ja nem szövetséges, csak meghódított bolygó. Hát ti se adtok többet. Nem. Na, itt is ilyen lakossági bolygó mindenség van. Mindegy, akkor nézzük, hogy itt mi a helyzet. Üdvözlet, szevasztok. 11 ezer. Az majd picivel több. Eladjuk a dolgokat. Illetve meg kell nézni itt ezt a bolygót. Nincs rajta semmi. Mármint semmilyen értelmes lény élet. De sokat él egyes bolygó. Kettő is. Van két jó bolygó, amit be lehetne népesíteni, be lehetne gyarmatosítani, ahogy így néztem. Mellettek mi a helyzet? Ó, nektek se kell semmi. Ó, egy pillanat. Jól láttam, amit láttam. Aha, 90 ezer a gyarmatosító csomag. Hoppá. Még csak egy van nálatok. Ah, mindegy, megveszem azért. Azt hiszem 90 ezernél alacsonyabban nem igazán tudom megvenni senkinél se. Nem oda akartam menni, hanem ide akartam jönni. Erre a dupla csillagra. Jaja. Ó, törzs. Érdekes. Majd lehet ezekkel fel kéne vennem majd a kapcsolatot. Jól van, menjünk hazafele. Ja nem, először megnézem itt ezt. Ó, ezt is már elfoglaltátok. De durva. Nem elfoglalták, hanem benépisítették, na. Jó, ott már jártam. Itt meg csak egy bolygó van, hogyha jól tudom. Aha, egyetlen egy bolygó van. Na jó, menjünk haza. Töltsük fel majd a készleteket. Meg össze kéne szednem a fűszereket. Jajám. Na nézzük. Nem kereskedés, de azért megnézem. 11 ezerbe kerülne a sárga. Az teljesen jó. Na. Úgy. És nálatok mennyibe kerülne, hogyha magamnak eladnám a dolgokat? 14 ezer. Ó, akkor ezt meg kell egyezni. Nézzük csak az anyabolygón mennyibe kerül a lila. 11 ezer. Teljesen jó. Akkor gyorsan összeszedem a sárga fűszert a többi bolygóról. Vagyis hát innen. Megnézem, hogy nálatok mennyibe tudnám eladni a dolgokat. 24 ezer? Akkor inkább itt adom majd el a lilát. Hát saját magamnak kellene eladnom itt a dolgokat. Sokkal jobban kijönnék vele. De akkor már is adom itt a lilát. Legyen helyem. Kereskedés, és akkor lila, és akkor 123. Teljesen jó. Felveszem itt a kéket, és akkor megyek vissza az anyabolygóra, és akkor megnézzük, hogy mennyi pénzt tudok összeszedni. Jó, nálatok... Mennyire tudnám eladni? Fingér. Sajnos. Sajnos fingér tudnám csak eladni. Megfeszedem a pirosat. Aztán lassan majd tovább kéne fejlesztenem a meglévő bolygókat. Mi történt? Bejövő adás. Aha, jó, az a bolygó. Mi van már megint? Gyengécske civilizációtok legfeljebb
készpénzforrásnak alkalmas, fizetesetek 166 ezer adót, vagy bánni vagy fogjátok, hogy megszülettetek. Aj. Na, most ezt kifizetem. Spórius gyermekei 160 adományra szomjaznak, fizes nyomban, majd Spórius haragja vár rád. Aj. Mindenkit kifizetek, Istenem. Nem akarok háborúzni. Úgyis én fogom megszívni, hogyha elkezdek háborúzni.